Több téma is szóba került az Agrárkamara december 11-én Balkánban tartott megyei fórumán. Az eseményen az évet is értékelték, elhangzott itt, hogy a megyében az országos átlagtól jobban sikerült az éva mezőgazdaságban. 2021-ben a késői fagyok sem végeztek akkora pusztítást, mint a korábbi években. A cseresznyét és a megyet érintették ugyan, de csak kisebb területeken, az Amánál a fagyok nem okoztak jelentős károkat, a közepesnél is jobb rekord termés született. Ez persze összefügg azzal, hogy egy évvel korábban viszont sok gyümölcs elfagyott. A szántóföldi növények esetében is jól alakult az elmúlt esztendő, a napra forgó a kukorica és a kalászosok termése is az országos átlag felett alakultak. A gazdálkodók ráadásul a korábbinál magasabb áron tudták azokat értékesíteni. A fórumon az aktuális ágazati problémák mellett sem mentek el szó nélkül. A Kamara megyei elnöke a 35 percben említett ezek közül néhányat. A zöldségféleikben arra gondolunk, hogy már tavasszal az uborka szedési kezdeti időszakában akadályok voltak, a megy betakarítása elhúzódott, és a konzervgyárak, még a befőtte voltak elfoglalva, mire rájött az uborka a meleg időjárásnak következően, és az elején nem tudták fogadni a feldolgozók, és sajnos akinek korai juborkája volt, az nem tudta értékesíteni, hiába volt érvényes szerződése. A kézi munkaerő hiánya szintén egy olyan probléma, ami évről évre egyre sürgősen megoldás után kiállt. Nem véletlen, hogy a betakarítás idén több növény esetében is jelentősen elhúzódott az almával, például csak december 10 -e körül végeztek. Az elegendő munkás kéz biztosítása Rácibre szerint a közfoglalkoztatáson keresztül is megoldható lenne. Ha ez mégsem sikerülne, több gazdálkodó kényszerülhet a termőterülete csökkentésére, ami azonban azt is eredményezné, hogy még több importra szorulunk. Tíz évvel ezelőtt még ezer tonna gyümölcsöt szállítottunk ki az országból, most pedig 140 ezer tonnát hozunk be, illetve csak az utolsó öt a Lengyelország felé beérkező alma meg tízszer ezelődött. Szóval én azt gondolom, hogy ha Magyarországon, és ezért vagyok elkeseredve, hogy szabolcs már bereg megyébe termelték meg 65%-át az almának, és adjuk ezt az ágazatot így e, tönkre menni, leépülni. Az egyre gyakoribbá váló asszályos időszakokkal való megbirkózásra a nyírségvízpótlása nyújthat megoldást a megye agráriumában. 2,8 milliárd forintból készül ennek terve, a beruházás pedig több mint 100 milliárd forintból valósulhat meg a következő években, lehetővé téve a felszíni vízből való öntözés szinte az egész megyében. A pozitívumok közül a Kamara megyei elnöke kiemelte a különféle agrár támogatásokat, amelyek 2021-ben 46 jogcímen voltak igényelhetőek. A kisebb területtel rendelkezők általában előnt élveztek. Látszimra a jövőre nézve hozzátette, 2021 és 27 között 4265 milliárd forint uniós forrás jut az ágazatnak, ami háromszor több az előző évekénél.